Az egyetemekre és főiskolákra, így a Vásárhelyi Mezőgazdasági Karra is a felvi.hu honlapján elektronikusan lehet jelentkezni február 15-én éjfélig. Az intézményben az egész országból várják a hallgatókat, akik számíthatnak a kollégiumi elhelyezésre is. Az épületet a tervek szerint teljesen felújítaná a Vásárhelyi Kar. Évek óta a megfelelő kapacitásokkal rendelkezik a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karának kollégiuma ahhoz, hogy minden felvételt nyert hallgatóját elhelyezze a következő tanévtől, amennyiben nem a városban élnek. A létesítmény műszaki állapotán szeretne most javítani a kar, jelenleg az intézményfejlesztési terv készítése elfogadása zajlik az egyetemen, amelyben a középtávú célok között szerepel a kollégium teljes körű felújítása is. A tavalyi évben az egyik vizes blokkunkat újítottuk fel, tehát gyakorlatilag a kollégiumi aulában, a bejáratnál található mosdókat, vizes blokkokat, azokat teljes körűen felújítottuk, hiszen azok már nagyon rászorultak erre, és hát jelenleg azokat tehát a tisztasági messzelés, illetve azok a kisebb jellegű karbantartások, felújítások zajlanak, amelyeket szükséges megcsinálni. Az egyetem mezőgazdasági karának dékánja hozzátette, hisznek abban, hogy a hallgatók akkor tudnak megfelelően készülni a vizsgákra, akkor tudják megfelelő szociális környezetben, baráti társaságban a feltöltődéshez szükséges szabadidőt eltölteni, ha ehhez az egyetem megfelelő környezetet biztosít. Ezért is bíznak abban, hogy intézményfejlesztési tervükhöz partnerre találnak a Szegedi Tudományegyetem anyaintézményében.